köszöntünk Kispesten. Te lettél a Honvédó jegyzője. Milyen érzések írtad alá a szerződésedet? Köszönöm szépen. Hát mindenképpen büszke vagyok, hogy egy ilyen patinás klubhoz kerültem, úgyhogy hát én bízok benne, hogy az, amiért engem idehoztak, az működni fog, és hogy sikeresek leszünk a következő években együtt. Mi az, amiért téged idehoztak? Mi az, amit magadtól elvársz a Honvédnál? Mit szeretnél elérni? Hát nézd, egy ilyen komoly klub, én úgy gondolom, hogy az a filozófia, amit én képviselek, és az, amit a Honvéd képvisel, egy támadó futballt, egy eredményes futballt, ami jellemezte a Honvédot sok éven keresztül. Én bízok benne, hogy az én felfogásommal hozzá tudok ehhez tenni, és az a támadó felfogás, az elképzelés, ahogy én a futballt látom, az segíteni fogja a klubot, és bízok benne, hogy egy eredményes, jó futballt fogunk játszani, ami a szurkolóknak is kedves lesz. Mivel én úgy gondolom, hogy a futball a szurkolókért van, és egyértelmű, hogy a szurkoló azt akarja látni, hogy igenis akció van, befejezésekkel, és tényleg egy látványos futballra fogunk törekedni. Hát én bízok benne, hogy ez ki fog alakulni, és visszaköszönnek majd azok az elemek, amiket én szeretnék megvalósítani.